Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió csütörtök esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket, jöjjenek legfontosabb híreink! A teljes makói ellenzék felvonult a gimnázium előtt. Ingyenes jegyek Szentpéteri Csilla koncertjére. Az ország legjobb pénzügyeseit képzik a Keriben. Közel 300-an tüntettek a József Attila gimnázium igazgatója mellett tegnap délután, miután Makóváros önkormányzat képviselőtestületének többsége legutóbbi rendes ülésén véleményezési jogköre keretében nem javasolta Rója István újabb 5 évre történő megbízását. A megmozduláson az iskola tanulói és tanárai mellett valamennyi ellenzéki politikus is megjelent. Brüsszelt nem megállítani kell, hanem utolérni. A politikamentes és csendes gyülekezésnek meghirdetett akciót az egyik legnépszerűbb közösségi portálon kezdték el szervezni, mely a végére úgy tűnt, a szimpátia tüntetés helyett bújtatott politikai demonstráció lett. A rendezvényen megjelent Búzás Péter, az MSZP helyelnöke, a Jobbik részéről Kis Attila választókerületi elnök és Zeitler Ádám képviselő, a DK színeiben Mucsi Tamás, valamint Török Miklós, illetve a PSM képviselője Marosvári Attila is. Az MSZP és a DK a megmozdulást megelőzően közleményben tudatta, hogy kiállnak az intézmény jelenlegi igazgatója mellett. Gáspár Sándortól szerettük volna megtudni, hogy pártja véleményével ellentétesen miért nem támogatta Rója István pályázatát, erről azonban ő nem kíván nyilatkozni, ezért a pártelnököt kérdeztük. Nagyon érdekes kérdés, én nem gondolom, hogy én nekem most itt a Gáspár Sanyiról kellene beszélni. Hát az MSZP egy demokratikus párt, az MSZP színeibe képvisel a Gáspár Sanyi, de magánemberként is. Tehát az az ő dolga, hogy hogy szavaz a testületbe. Az MSZP közössége pedig tartja magát ahhoz, amit hát kommunikében kiadott. A jelenlegi városvezetés is eljutatott hozzánk egy közleményt, melyben a leghatározottabban visszautasítja azokat a vádokat, amelyek pártpolitikai összefüggéseket keresnek Rója István pályázata kapcsán. Közös nyilatkozatban kiemelték, hogy kizárólag a makói gyerekek jövőjét tartják szem előtt, így nem nézhetik el, hogy egy iskola színvonalának romlása miatt egy évtizedes megszokást tovább támogassanak. Az önkormányzatnak az intézmény vezető választást illetően véleményezési jogköre van. A képviselők közül többen is az oktatási szférából érkeztek, akik szakmai véleményt fogalmaztak meg döntésük meghozatala előtt. Bár Móra Ferenc nincs tisztában az érintettek szakmai múltjával, mégis a tüntetés megszervezése mellett döntött. Én nem tudom a munkásságukat, tehát én nem láttam bele az ő munkásságukba, de ahogy belelátnak Rója úrnak a munkásságukba, akkor... De döntsenek úgy, ahogy ők döntenek. Bár a szervezők csendesre és politikamentesre hirdették a megmozdulást, mégis kihangosítással és pódiummal készültek. A rendezvényen mindezek ellenére többen is felszólaltak, köztük Olás Sándor nyugdíjas pedagógus is. Móra úrtól elnézést kérek, mert az volt a kérése, hogy politikáról ne essék szó, de lévén az, hogy az értelmező kézi szótárban bármiféle tevékenység egy cél érdekében politikát jelent, innentől kezdve politizálok. Információink szerint az iskola falain belül a diákokat is tájékoztatták a testület döntéséről. A fiatalok közül azonban sokan nem értik, hogy mi miért zajlik körülöttük. Ennek kapcsán az intézmény fenntartója is levélben kereste meg Rója Istvánt, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt a törvényes működés megtartása érdekében. Erről megkérdeztük az igazgatót, aki büszkén vállalta, hogy utalva a polgármester szavaira, innovatív feliratú transzparenst is kiragasztottak az épületben. Egy szó jelenik meg az ajtó, hogy innovatív, ebbe nincsen semmi probléma, másrészt pedig tessék már arra gondolni, hogy ki kiért van. A képviselőtestület, az általunk választott képviselőtestület van értünk. Őnekik, ha van információjuk arról a populációról, aki véleményt nyilvánít, és ők ezt semmibe veszik, akkor én úgy gondolom, hogy a demokrácia helyében nyugodtan észrevételezhetjük ezt. A résztvevők támogatásuk jelképéül a gimnázium kerítésére kék szalagot akasztottak. A rendezvény végeztével mindenki békésen elvonult. A továbbiakban a véleményezési eljárás követően sor kerül a pályázó fenntartói meghallgatására, és ezt követően a teljes dokumentáció a fenntartó véleményével döntéshozatal céljából előterjesztésre kerül az Emberi Erőforrások minisztere részére. Kedvező elbírálás esetén a nyertes pályázó 2017. augusztus 16. napjával kezdheti meg az intézményvezetői feladatok ellátását. 20 diáknak adományozott belépőjegyet Szentpéteri Csilla koncertjére az Angyal Sóhaj Alapítvány. Ezek átadására tegnap a Hagymaházban került sor. Ugyanitt a kuratórium tagjai azt is bejelentették, hogy minden középiskola egy-egy diákja
pénzjutalomnak örülhet majd, melyet a ballagásokon nyújtanak át nekik. Az Angyalsóhaj Alapítvány egyik fő célkitűzése, hogy rászoruló, ám egyben tehetséges gyerekeken segítsen. Ezúttal sem volt kevesebb a cél, derült ki az Egyesület tegnapi sajtótájékoztatóján. A Magán Zeneiskola és a Makói Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola 10-10 növendékének ajánlott fel az alapítvány kuratóriuma egy-egy 3500 forintos belépőjegyet Szentpéteri Csilla zongora művész jótékonysági koncertjére, ami ugye vasárnap este lesz anyák napja alkalmából. A belépőjegyeket a két intézmény vezetője, Csikota József és Borkáné Dudás Mónika vették át az alapítvány elnökétől, Farkas Lászlótól. Elsősorban olyan diákokat kerestünk, akik egész éves teljesítményükkel, illetve azzal a fajta hozzáállással, amivel ők a zenét művelik, megérdemlik, hogy egy olyan példakép, mint Szentpéteri Csilla koncertjén részt vehessenek, és úgy gondolom, hogy zeneértőként, hiszen már idősebb gyerekeket válogattunk, nagyon fogják élvezni is ezt a koncertet. Az egyik szerencsés diák, aki ingyenesen vehet részt így a koncerten, Kovács Luca Laura a Bartók Székhely Intézmény tanulója lett. Elmondása szerint nagyon örül a lehetőségnek. Igazából ugye elsőskoromban kezdtem ezt a zongorázást, és azóta konkrétan az egész életemet ezt tölti ki, ezzel foglalkozom, vagy szabadidőmben. És ettől a koncerttől igazából azt várom, hogy egy újabb oldalát megismerjem ennek az egész művészetnek, és szeretném élvezni tovább. Ezen kívül egy másik meglepetéssel is készült az alapítvány a tehetséges diákok számára, hiszen a középiskolák, szakgimnáziumok és gimnáziumok egy-egy tanulója 50 ezer forintos támogatásban részesül a tanulmányi és sportéletben nyújtott munkájáért. Összetett és kicsit nehéz döntés lesz azért olyan fiatalokat találni, akik mind a tanulmányi eredményeik, illetve a teljesítményük alapján kimagaslónak számítanak, illetve a szociális rászorultság, ami ugye az első egyik legfontosabb célok egyike, hogy a rászorulók támogatása. És ezt fogják eldönteni majd az igazgatók, akiket fölkértünk arra, hogy tegyenek javaslatot a gyerekek személyét illetően. Pénzjutalmakat a ballagásokon adják át az alapítvány kuratóriumi tagjai. A Makói Keri az ország legjobb pénzügyi számviteli ügyintézőket képző intézménye lett. Az iskola ezt a címet a diákjaik által az országos szakmai tanulmányi versenyen elért kiemelkedő teljesítményükkel érdemelte ki. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések így a pénzügyi számviteli ügyintézők, valamint a vállalkozási és bérügyintézők számára minden évben meghirdetik az országos szakmai tanulmányi versenyt. Az idei rangos megmérettetésen mintegy 40 iskola, több mint 400 tanulója indult. Köztük a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum, Návai Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma két 13. évfolyamos diákja. Az országos döntőbe velük együtt 70 versenyző jutott, akik Debrecenben mérték össze tudásukat 4 napon keresztül. A leendő pénzügyi számviteli ügyintézők között első helyen a Keri tanulója Igaz Tamás végzett, osztálytársa Beke Dávid pedig negyedik lett, jelentette be Kincses Tíma igazgató a tegnapi sajtótájékoztatójukon. Egy szakképző intézmény életében mindig fontos értékmérő az, hogy a szakmai versenyeken milyen eredményt érnek el diákjaink, és ez azért is fontos, hogy milyen szakembereket képezünk, milyen az oktatás minősége intézményünkben. Ebben a tanévben már több országos versenydöntőjébe bejutottak tanulóink, de úgy gondolom, hogy ez az eredmény mindenképpen egyedülálló. A legjobbak a napokban vehették át az oklevelüket Budapesten a Nemzetgazdasági Minisztériumban. Itt az a meglepetés érte az iskola igazgatóját, hogy az összesített eredmények alapján a Kerit nevezték meg az ország idei legeredményesebb pénzügyi számviteli ügyintézőket képző intézményének. A versenyre a diákokat Surányiné Bálint Zsuzsanna, Horváth Erzsébet, Lovász Edit és Pipisné István Ildikó tanárnők készítették fel. Mint megtudtuk, ez nem volt könnyű, hiszen a teljes tananyag elsajátítása mellett mélyebb ismeretek megszerzésére is szükség volt. Tudni kell, hogy itt ez több tantárgyat ölel föl, tehát ezért is vagyunk mi 4 felkészítő tanárok. Alapjában véve itt ők most 8 vizsgarészt teljesítettek a verseny alatt,
tehát ebből a 8 vizsgarészből kaptak teljes mentességet. Mindegyik vizsgarész más és más. Tehát vannak itt interaktív feladatrészek, amikor is elektronikusan adóbevallást kell készíteniük, számítógépes könyvelést kell végezniük, illetve volt egy olyan vizsgarészük, amikor is egy uniós projektnek a folyamatát kellett végigkövetni, és azután azt egy védés keretében a vizsgabizottság előtt ismertetni, illetve számítási, illetve elméleti kérdések is voltak, tehát tényleg nagyon összetett volt ez a verseny. Meke Dávid a jövőben is ezen a pályán kíván maradni. Az egyetem elvégzését követően a családi vállalkozásukban szeretne dolgozni. A verseny nagyon élvezte, melyre több szempontból is fontosnak tartotta, hogy jelentkezzem. Egyrészt, mert meg akartuk mutatni egy saját magunknak, hogy képesek vagyunk egy ilyen teljesítmény elérésére, illetve a felvételiben is pluszpontnak számít ez az eredmény. A döntőben számos olyan neves iskolák diákjaival kellett összemérniük tudásukat, amelyek korábban már többször eredményesen bizonyítottak az országos versenyen. A mezőny szoros volt, de úgy gondolom, hogy mi ketten Dáviddal nagyon felkészültünk, és hát az eredmények is ezt mutatják, hogy jobban felsőkre készülünk, mint a többieknek. Az iskola a kitüntető címmel egy vándorkupát kapott, melyet egy éven keresztül őrizhet, mellé pedig az oktatás minőségét elismerő oklevél társult. A makói rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt napokban történt kék hírekről Verebes István vizsgáló tájékoztatja szerkesztőségünket. Nyomozás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2017. április 3-án az éjszakai órákban Makó állomástéri vasútállomás mérlegházának 41 ablakát és a bejárati ajtó üvegeit betörte. Az okozott kár a bűncselekménnyel 60 ezer forint. Eljárást indítottunk két román állampolgár ellen is, akik 2017. április 28-án és 30-án egymástól függetlenül kilépésre jelentkeztek a Csanádpalota autópálya átkelőhelyen, ahol a vele szemben intézkedő határrendésznek átadták román vezetői engedélyüket, melyről azt a rendőrök megállapították később, hogy hamisak. Április 30-án a Makó Csanád vezértéren lévő Spár áruház előtti kerékpártárolóból tulajdonítottak el egy lezárt állapotú kerékpárt. Gyanúsítottként hallgattunk ki tovább egy makói férfit, aki a gyanú szerint a lakóházban tettleg bántalmazta a feleségét úgy, hogy több alkalommal ököllel megütötte a nő arcát. A sértett a bántalmazás során ugyan 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, azonban tekintettel az elkövetés módszerére és irányultságára az vélhetően alkalmas lehetett volna súlyos sérülés okozására is. Egy makói lakos az általa vezetett személygépkocsival közlekedett Makón a Csokonai utcán a Kálvin utca irányába. Az utca közepén nem tartott megfelelő követési távolságot az előtte vele azonos irányba haladó és balra kanyarodni szándékozó kerékpárra közlekedő személy mögött. A balra kanyarodó kerékpárost hátulról gépjárművel jobb elejével elütötte, úgy, hogy a szerencsétlenül járt férfi az ütközés következtében elesett és 8 napon túlgyógyuló súlyos sérülést szenvedett. Ahogy korábban tájékoztattuk a lakosságot, a közúti ellenőrzések lehetőségeinek száma és intenzitása is fokozódik. Elkezdődött az úgynevezett fin-típusú alkoholszondás ellenőrzés is, melynek eredményeképpen 3 ittas gépjármű vezető jogosítványát vontuk be a helyszínen az elmúlt héten. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy az ilyen felelőtlen magatartása lehetséges büntetés kiszabásán túl bizonyos esetekben a munkahely elvesztését is magával vonzhatja. 20. alkalommal rendezte meg hagyományos tavaszi gála műsorát a Makói Óvoda 4 tagintézménye. A hagymaház színpadán közel 120 kisgyermek lépett fel, hogy bemutassák néptánctudásukat a közönségnek. A színvonalas ünnepségen részt vett Farkas Éva Erzsébet polgármester is, aki köszöntő beszédében kiemelte, hogy a gyermekek jelentik a város jövőjét. Épp ezért tartják kiemelkedően fontosnak az ő támogatásukat, melynek keretében megemelték a bébi kötvények összegét. Ingyenesen biztosítják számukra a bárányhimlő elleni védőoltást, valamint folyamatosan fejlesztik az óvodákat és környezetüket is. Többek között vizes blokkok felújítására került sor, parkolók kialakítására, az udvar felújítására, több tagintézményben, faültetésre, és természetesen a legfontosabbakra, a játékelemeknek az elhelyezésére. Most éppen az elmúlt hónapban 2 pályázatot is nyújtottunk be, melynek tekintetében a Kálvin és Hold utcai ebédlőt és étkezőt szeretnénk teljes mértékben felújítani. A rendezvényen az Erdélyi Püspök utcai óvodaház, a Kálvin téri, a Hold utcai és a Kassai utcai intézmények gyermekei léptek fel 5 csoportban.
A nap célja az volt, hogy a gyerekek nagy közönség előtt mutassák meg, mi mindent tanultak egy év alatt az óvodában, és milyen ügyesek a különféle néptáncokban. Pedagógiai programunkban kiemelten szerepel a gyermektáncoktatás, a néptáncoktatás. Elkötelezett hívei vagyunk a nevelőmunkánkban a néphagyományoknak, a néphagyományok átadásának és átörökítésének a gyermekek számára, és ezért tartjuk fontosnak azt, hogy ezzel is megismertessük a gyerekeket. Nem csak gyermektáncokat tanulnak, hanem a gyermekekben fejlődik ilyenkor a beszéd és mozgáskultúrájuk, a téli tájékozódó képességük, megtanulnak udvariasan viselkedni, és megtanulják a hagyományokhoz kötődő népszokásokat is. A nagycsoportosok különböző tájegységek táncait adták elő, és ehhez kapcsolódóan a ruhájuk is az adott kultúrát jellemezte. Többek között Rába közi, illetve marosmenti játékokat mutattak be a csemeték, és ebben Horváth Varga Sándorné, az óvoda néptáncpedagógusa segítette őket. A felkészülésbe sok energiát fektettek. A gyerekek azok nagyon szeretnek játszani, a gyerekek ma is gyerekek, és nagyon közel áll hozzájuk ez a népdalkincs, ez a népi játékgyűjtemény, a mondóka világa, és mint ahogy a régi gyerekek is nagyon közel voltak a természethez, a mai gyerekek is azért nagyon fogékonyak erre a dologra, és nagyon szívesen készültek hétről hétre ezeken a kis foglalkozásokon. A hagyományok őrzése mellett kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás is a makói óvodákban. Egész évben különféle művészeti területeken és több sportágban is kipróbálhatják magukat az óvisok. A tavaszi gálaműsorral egy időben nyitottak erről fotókiállítást, így a szülők ebbe is bepillantást nyerhettek. A Makói Kistérség Egészségfejlesztési Iroda idén is megszervezte hagyományosan Makó, Földeák, Maroslele kerékpáros túráját. Bár az idő elég szomorkás volt, az esemény résztvevőit ez sem tántorította el a több mint 40 kilométeres távtól. Az útvonal szinte már megszokottnak számít, hiszen az iroda munkatársai nem első alkalommal rendezték meg ezt az eseményt. A túrázók három helyszínről egy időben indultak el. Makóról a Hagymatikum előtti zenepavilontól, a maroslelei római katolikus templomtól, valamint a földáki művelődési háztól, így mindenki nagyjából hasonló kört tett meg. Mi Makóról megyünk Maroslele irányába az Ószegedi úton, a maroslelejek átmenek Óföldák Földeákra, a földeákiak jönnek az Igási úton majd ide Makóra, és így mindenki megy egy kört, és mindenki a kiindulási helyszíne fog visszaérkezni, ez ilyen kvázi 45 kilométeres kerékpártúra. A program résztvevői között nem csak hobbi biciklisták voltak, hanem akadt igazi sportember is, akinek kiemelt szerepet tölt be a kerékpározás a mindennapjaiba. Ezért neki kevésbé okozott gondot, hogy csak is kifogástalan műszaki állapotban lévő bicajjal indulhatott útnak. Mivel a biciklizés, a kerékpározás a szívem csücske, így vettem magamnak egy jó túrabiciklit, és ezzel fogok most részt venni ezen a túrán. A pedagógus feleségétől megtudtuk, hogy ez az út számukra csak egy bemelegítés volt, ugyanis a nyáron a Balatont fogják körbetekerni. Az útvonal körülbelül 200 km lesz, melyet 4 szakaszra osztanak majd, így lesz idő a pihenésre és a fürdőzésre is. A neten nagyon jó útvonalak vannak, nagyon részletes segítség van. Az, amit személyesen intézek belőle, az a szállásokat, meg hogy mekkorára osztom a távot, illetve hát hány kilométert fogunk kerékpározni egy nap, meg beleférjen közben egy kis lubickolás esetleg a Balatonba, már csak az időpontot kell kijelölni. Az EFI nem tétlenkedik sokáig, hiszen a hétvégén a Városnap keretében rendezi meg következő programját, az Öleljük át Makót, melynek lényege a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése lesz. Lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. A teljes makói ellenzék felvonult a gimnázium előtt. Ingyenes jegyek Szentpéteri Csilla koncertjére. Az ország legjobb pénzügyeseit képzik a Keriben. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, azonban előtte elmondom, milyen műsorokkal várjuk Önöket az este folyamán.
18 óra 17 perctől Társalgó című színes kulturális magazinunkkal jelentkezünk. 18 óra 45 perces kezdettel a Majálisról készített összefoglalónkat láthatják. 19 órától a Publikum című kulturális magazin tűzzük műsorra, majd 19 óra 25 perctől a megújult Galamb József mezőgazdasági szakképzőiskola átadó ünnepségével zárjuk műsorunkat. Kedves nézőink, ez volt a csütörtök esti híradó, legközelebb holnap jelentkezünk friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!